Kávéház nélkül nincs irodalom. Ez a mondat Márai Sándortól való. A szoboszlói irodalom háza megnyitására Pap András javaslatára Szép Ernő Kávécsarnok című egyfelvonásosával készült Hajdú Szoboszló alkalmi színjátszóköre. A bemutatót az új múzeum épületében tervezték, de a csapadékos idő miatt erre a kulturális központban került sor. A kávécsarnok nem tévesztendő össze a Centrál vagy a New York kávéházakkal. Ám az ott történt a főszereplők életét legalább úgy meghatározzák, mint az említett két kávéház a 20. század magyar irodalmát és Szép Ernő életpályáját. Szép Ernő egyfelvonásosa 1916-ban jelent meg, a Modern Színházban mutatták be a következő évben. A címadó játéktér egyben életének egyik fő színtere is, a kávécsarnok. Egy felvonásos vígjátékát Pap András ajánlásával Bielickiné Búzás Éva emlékére mutatja be Hajdú Szoboszló alkalmi színjátszóköre. Szép Ernő előbb népszerű költő volt, aztán divatos színpadi szerző lett. Regényei irodalmi szenzációnak számítottak. Darabjaiban szeretettel és megértéssel mutatja be a század elejé Pest Biedermeier kispolgári hangulatát, finoman karikírozva a lebegő költészet és a földön járó realizmus közt egyensúlyozva. Szép Ernő legtöbbet játszott egyfelvonásos darabja a Kávécsarnok, komikus jelenetekkel sűrűn tűzdelt, bájos szerelmi történet. A darabot a kritika és a közönség is tetszéssel fogadta. Az idők folyamán többször is műsorra tűzték. Alajos magányosságában, ahogy Vida Lajos írja, Szép Ernő magányosságára is ráismerünk. Egyszerű történet. Félszeg fiatalember, félregombolt mellényben, falánksággal álcázza magányosságát Fanni, a kávécsarnok tulajdonosa előtt. Míg nem elérkezik a leszámolás, majd az egymásra találás pillanata. A szoboszlói előadásban is olykor, mintha kabarét látnánk, máskor az abszurd színjátszás elemeit fedezzük fel. A közönség érti a humort, de értékeli a lírát is. Az előadás végén pedig őszintén tapsol. A tetszés nyilvánítás folytatódik, mikor színpadra hívják a rendezőt. Nem igaz, végül is tetszett. Nagyon szépen köszönjük, Csaba, hogy elvállaltad ezt a felkészítést, mert tudjuk, hogy az Alföld színpadnál neked rengeteg elfoglaltságod és dolgod van. Úgyhogy még egyszer szeretnénk megköszönni, hogy közel egy éven keresztül, majd csak nem heti rendszerességgel a két főszereplővel valóban folyamatosan próbáltatok, rengeteg munka van benne. Fogadj tőlünk szeretettel egy esti kis lazítót. Köszönöm. És hát ugye ma adtuk át az Irodalom házát Bielickiné Búzás Évike jóvoltából, és ő készített egy életműkötetet. Ezt is fogad tőlünk szeretettel, ha lesz szabad időd, köszönöm, akkor majd lapozgass. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még bennem van az izgalom, mert ez egy nagyon izgalom. Tehát amikor én elsőnek elolvastam ezt a darabot, hát mondom, nem is tudom, tehát hogy picit zavarba jöttem, és aztán kibontakozott előttem, hogy ez egy gyönyörűséges darab. Az, ami bármilyenek is vagyunk mi emberek, hibásak, kevésbé hibásak, ki mennyire szép és erős, ettől függetlenül a szerelem az él, és élni akar, hogy az élet is. Úgyhogy emiatt én ezt nagyon megszerettem, ezt az előadást, maga a szereplőket is nagyon, nagyon közel kerültek hozzám, úgyhogy hát rosszat nem tudok mondani, csak jót. A darabnak több rétegű az üzenete, ami nem csak a szerelmi kapcsolatokra lehet érvényes. Ez, hogy tiszteljük a másikat, és hát tapintatosan közeledjünk a másikhoz. Hát itt is ugye az előadásból kiderül, hogy egy fél évig járt ide az Alajos, a Fannihoz. Egy fél évig. És hát eddig kitartott az, hogy végre egymáséi legyenek.
Sóvágó Csaba évtizedek óta dolgozik sikeresen műkedvelő társulatokkal, akik véleménye szerint a helyi közösségek fontos szereplői. Tavaly Kabán az István a királyt rendeztem, most itt ez. Én szerintem nagyon minden településnek kellene, hogy legyen egy önálló csoportja. Mert hisz itt is milyen ügyes játszók voltak, tehát hogy ez kell. Szerintem egy közösségnek kell, hogy legyen egy olyan csoportja, ami színjátszással, irodalommal foglalkozik. Úgyhogy szerintem mindenféleképpen kell folytatni. A Kávécsarnok női főszereplője, akár csak a másik két felnőtt színjátszó, már ismert volt Pap András, Szobosztói Szuvenír, Ady Endre és Kíváncsi Ilcsi találkozása című előadásból. Azt tudtuk, hogy ezt a darabot már felolvasva nem tudjuk előadni, mert akkor a játék az kimarad. Úgyhogy hát nagyon kíváncsian álltunk a dolog elé a másik főszereplővel, Tamással, mert mind a ketten szinte kezdők vagyunk. A rendező az nagyon-nagyon sokat segített instrukciókban, hogyan viselkedjünk, és így hát majdhogy nem úgy éreztük, hogy mi is színész palánták vagyunk. Nagyon élveztük az összes próbát, amik történtek, a magát a darabot is, és hát ez a darab az ilyen volt, felolvasás nélküli színészi játékkal, amit úgy érzem, hogy sikerült megvalósítanunk. Hogy Fanni személyében kit tisztelhet a tisztelt úr, a férfi főszereplő, milyen asszonyról szól a darab, arról Andrea így vélekedik. Kezdetben egy kicsit félénk, mérges cukrázza tulajdonosról, aki idegesíti az egyik vendége, mert mindig több kuglófot eszik, mint amennyit fizet. Aztán ugye kiderül, hogy ők egymásnak vannak teremtve, és így a végén össze is jönnek. Mindenki boldogságra vágyik, ez meg is fogalmazódik tulajdonképpen a darabban. Így van, igen. Tehát a hölgy ugye már elvesztette a férjét, de még mindig fiatal, és szeretne egy társat magának, akivel nem csak a cukrászdában boldog, hanem az otthoni melegben, a magánéletben is. És ugye a másik fiatal ember, vagy hát már idősebb ember, ő is magányos, elvesztette az édesanyját, sosem volt még kapcsolatban, és hát igazából mindketten, mint egy első szerelem, így jönnek össze a darabban. Az előadás különleges nyelvezete kihívás volt a szereplőknek, de a kifinomult szóhasználattal végül megbarátkoztak. Nehezen ment eleinte megtanulni még a 19. századi jellemző nyelvet, a megszólítást. Sokszor beletört a nyelvünk, de megbirkóztunk a feladattal, és jó volt, élveztük ezt is. Nekem nagyon tetszett. A Bieliszkiné Búzás Éva emlékének ajánlott előadás a női főszereplő szerint Évikének is tetszett, az égi nézőtéren ülve. Én bízom benne, hogy látta fentről ezt az előadást, és nagyon tetszett neki, örült neki. Már az előző darabunk végén is nagyon büszke volt ránk, és nagyon boldog volt. Szerintem ezzel meg túl is teljesítettünk egy kicsit Tamással. Mindig csak boldog szerettem volna lenni. Amikor munkálok, akkor is a boldogságra gondolok. Legyen egy szép cukrászdám, ahová finom úrfiak és kisasszonyok járnak. Csodaszép belülről, és örüljek valakivel, ennek az üzletnek, egy hozzám élő férfival. Igaz van, nagyságnak. Én is mindig ezen gondolkozom, mert amíg a mamma élt, addig úgy elvoltam, de mióta hárma vagyok, én is ezen szoktam gondolkozni mindig. Jól áll a csokornya, kedvű nagyság. Nagyon sikkel és tisztelt úr. De tudod, hogy én milyen egy úrinő vagyok? Bár én vannék olyan... A bemutató különösen sok izgalommal járt a Rozit alakító Majoros Petronella számára, aki reméli, átjött a nézőknek a darab üzenete. Hát legördült egy hatalmas kő, mert egyébként nagyon-nagyon sokat izgultunk előtte. Ugye el is hangzott, hogy a két főszereplő, Fanni és a Lajos, ugye második alkalommal vett részt egy ilyen színházi produkciónak az előadásában, én is többek között, és a fiatal lányok pedig most először, akik nagyon szerényen vállalták ezt a feladatot. Tehát a megkönnyebbülés az első, de talán az élmény az erősebb, nem?
Az élmény is az nyilván, szerintem majd utána, hogyha átöltözünk és hazamegyünk, akkor fog inkább majd picikét ez leülni. Tehát nagyon-nagyon izgultunk, mert nagyon ma is volt két próbánk az előadás előtt, úgyhogy eléggé fel voltunk tuningolva, már igazából arra vágytunk, hogy legyünk túl rajta, de én úgy gondolom, hogy azért sikerült az elképzelések szerint, ahogy a rendező ezt elképzelte, sikerült előadni. Mit adhat lélekben a nézőknek egy ilyen szépernő darab? Szerintem nagyon sokat, különösen ma, most, amikor az irodalomházát megnyitottuk és szépernőnek méltó emléket állítunk, akkor egyfajta plusz kötődést, egy plusz élményt, egy nagyon különleges világot idézett fel szerintem ez a darab a nézőkben, és biztos vagyok benne, hogy sokkal közelebb fogják érezni magukat az irodalom ezen területéhez, szépernőhöz is. Az is cél volt a témaválasztáskor, és itt szeretném is megköszönni, és külön kiemelni Pap András íróköltőt, aki ajánlotta nekünk ezt a darabot, a rendező pedig egy kicsit humorosabbá próbálta ezt tenni, tehát mindenképpen az volt a cél, hogy emlékezetes legyen, szórakoztató és vidám. Milyen volt látni ezt a párocskát? Hát nagyon érdekes volt. Ugye nem lehetett nekik sem könnyű, jelentős korkülönbség van azért a két főszereplő közül, de szerintem mind a ketten nagyon jól tudták hozni azt a szövegkörnyezetet, ami rájuk íródott a rendező elképzelése szerint. És a saját szerep egy kicsit háttérben kellett lenni. Ez nem volt probléma, ugye nekem azért nem is volt annyi időm erre felkészülni, mint nekik, ők nagyon sokat, nagyon-nagyon sok munkát fektettek ebbe, egész nyáron minden héten próbáltak. Én nyár után kapcsolódtam be igazából a próbákba, nem volt túl sok feladatom, egyszerű volt, egy bugyuta kis felszolgáló lányt kellett játszanom, aki nagyon hűséges a Fannyhoz, én igazából azon izgultam, hogy mikor melyik ablakot kell jobbra és balra tenni, tehát én folyamatosan ezen izgultam, hogy jó helyre kerüljenek a díszletek, megmondom őszintén, ez volt nekem a legnagyobb kihívás, úgyhogy ebből ki is derült, hogy lehet, hogy szöveget meg tudok jegyezni, de hogy logisztikában gyenge vagyok, az egészen biztos. Igen, az ablaknak érdekes volt a szerepe, ez egy kicsikét így felerősítette a fontosabb mondani valót. Igen, ugye a HGSZ-i munkatársai készítették nekünk el ezt a díszletet. Ugye Csabának, a rendezőnek volt ez az elképzelése, hogy legyen karakteresebb a színpadi megjelenés, arculat, és ezeken az ablakokon keresztül néha kiköszönünk, kikinézünk a nézők felé. Szerintem ezáltal sokkal közvetlenebb lett, és talán még inkább befogadhatóbb a darab üzenete. Alajos vagy Lajcsi, a férfi főszereplő, szintén izgalmasnak élte meg mind a bemutatót, mind a próbák időszakát. Izgalmas volt egyébként. Szóval, hogy korábban már ugye volt egy ilyen darabunk, de az azért mégiscsak más volt, mert az egy ilyen felolvasó darab volt. Itt meg azért már meg kellett tanulni a szöveget, volt komolyabb játék, ugye már a rendező úr ugye sok mindent mondott nekünk, hogy mit, hogy csináljunk, szóval nehezebb volt, mint korábban, de újdonság volt, szóval így izgalmas volt. Meg szerintem pont még akkor adtuk most elő ezt a darabot, amikor már tényleg belejöttünk a játékba, vagy legalábbis én úgy éreztem, hogy szabadabban tudok mozogni a karakteremmel, de még nem unok rá. Igen, ez fontos, hogy a kellő pillanatban jöjjön el a bemutató. Hogy érezted egyébként ezt a világot? Tehát egy jó 100 évvel ezelőtti világba vezetett, amihez már gondolom nem sok közöd van. Érdekelt? Ez a világ, ez mindig is tetszett, de szerintem, hogy mondjam, ahogy csináltuk ezt a darabot, vagy ahogy a stílusa a darabnak az alakult, az azért közel áll a mai emberekhez is. Szóval a környezet az ilyen, az régies, meg hozza azt a világot, meg mondjuk a nyelvhasználat is, de maga szerintem a karaktereknek a karakterek, meg maga a játék, az egyébként manapság is simán beleférne egy modern darabba. Tehát azt, hogy milyen nehezen közelítenek az emberek egymáshoz? Szerintem egyébként igen. Most én ezt annyira nem tapasztalom, de azért, ahogy mondjuk ismerkedik az ember, teljesen másképp néz ki, mint annó egyébként kinézett, de hasonló korlátok vannak az emberek között. Szóval, hogy még nekik mondjuk nehéz volt leszólítani a másik embert egy kávécsarnokban, nekünk meg már inkább afelé tolódik, hogy az interneten ráírunk valakire. Szerintem hasonló a kettő, és ugyanúgy nagy távolság van az emberek között, amit át kell lépni.
Maga a Szépernő számodra mennyire volt ismerős, és mennyire vált ismerőssé ezáltal? Hogy őszinte legyek, annyira nem. Már volt, hogy korábban mondtam Szépernő darabot, de, vagy Szépernő verset, de így darabokkal nem találkoztam. Szóval nyilván tisztában vagyok Szépernővel, de hogy korábban nem dolgoztam fel úgy Szépernő verset darabot, mint így. Fogunk még látni majd a színpadon? Hát nem tudom. Ez a jövő kérdése. Most még azt mondanám, hogy nem, aztán majd kiderül. A közel teltházas nézőtér soraiban ült Galánfi András is, aki nagyon elégedett volt a látottakkal. Megható volt, és nagyon jó döntés volt, hogy így csináljuk. Ennyi közönség ott nem lehetett volna. Nagyon nagy dolog, hogy Szépernőnek ilyen tiszteletet adunk. Az főleg, hogy Évikére így emlékezünk. Rengeteg munka van benne, és olyan érett előadást láttunk, ami meglepően szép volt. Tehát felnőttek a feladathoz, és nagyon jól éreztük magunkat. Egy kellemes kikapcsolódás volt, és nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk. Kossuth Díjas előadó művészünk szerint a kávécsarnok tökéletesen megidézte Szépernő világát, és ha az előadás kapcsán újraindul a helyi színjátszás, az az irodalomházának is hasznára válik. Teljesen visszavitt, és ez úgy jó leső érzés. Hát végül is hát Szépernőnek ez a humora és egyáltalán az ő mentalitása. Azt köszönjük, hogy az Alföldi Színpadnak a rendezője ezt elvállalta, és ilyen dolgokra nagyon nagy szükség van. Az egyfelvonásos dolgokra, és tulajdonképpen a népi színművekre nagyon nagy szükség van, mert ezek azok, amelyek elvisznek a magasabb művészetig. Tehát ezt nevelik a közönséget arra, hogy ő ezeket a lépcsőfokokat megélje. És én ezt nagyon-nagyon támogatom, mert így lehet egy olyan közönséget összehozni, aki tényleg élvezi ezt. Nagyon örülnék neki, hogy az irodalmi színpad, amit Évike alapított, az újra életet kapna. És hát én nagyon meg szeretném kérni rá Pap Andrást, aki végül is Hajdúszoboszlón egyedül olyan ember, aki szakmailag ebbe nagyon sokat tudna adni. És én úgy érzem, hogy vállalná is ezt a feladatot. Nagyon fontos az, hogy ezt az irodalmi színpad, vagy az irodalmi múzeumot tartalommal tudjuk megtölteni. Én is, és többen is szívesen adjuk a segítségünket ahhoz, hogy ott tényleg élő világ legyen. Hogy az az irodalmi színpad az legyen, aminek Évike szánta.